legkisebbek produkciójával kezdődött a háromnapos találkozó. Az EGRI Szederinda Néptánc Együttes már 9. éve házigazdája a Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Néptánc Fesztiválnak. A kiírás szerint a jelentkező együtteseknek legalább 3 éve kell folyamatosan működniük. Ezt a fesztivált úgy álmodtam meg annó 9 évvel ezelőtt, hogy ez legyen egy gyerek és egy tájegységi fesztivál. Ugye ilyen az országban még nincs, amelynek az a lényege, hogy a tájegységi táncainkat, kultúrákat hozzák magukkal a fiatalok és a felnőttek. A hazai együttesek mellett Szlovákiából, Lengyelországból, sőt Európán kívülről, Törökországból és Indiából is érkeztek résztvevők. A 3 napos program vasárnap a Dobótéren ért véget, a záró műsort a táncház követte.